Hogyha én felhívom Spielbergöt ma, vagy a Universal Studio-nak a prezidentjét, vagy a Fox-nak a prezidentjét, aki nekem dolgozott, én garantálom neked, hogy nem vagyok nevetséges, hanem rögtön felveszik a telefonomat. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét eltelt két hét, úgyhogy arckép vasárnap este az Echo televízióban. Eheti vendégem az egyik legismertebb élő magyar ember, egy valódi világsztár. Esetében engem az érdekelt, hogy lesz egy 12 éves fiúból, aki egymaga indul el Amerikában, úgyhogy nem beszél angolul, 20 év elteltével a világ egyik legbefolyásosabb és legsikeresebb filmmogulja. A belváros szívében, az éttermében fogok beszélgetni Andrew Vajnával. Ő jön. Van még olyan helyzet, ami lámpalázat okoz önnek? Például most. Na most nem izgul, nem hiszem, hogy izgul. Hát van sokszor, hogyha előadást kell tartani, például sok ember előtt, 200-300 ember, akkor az mindig egy kicsit izgat engem, hogy az hogy fog működni, hogy reagálnak, meg próbálok nem unalmas lenni, hanem szórakoztató, és az, hogy általában írok egy ilyen beszédet, és akkor mire odaérek, összetépem, és akkor fejből csinálom az egészet, ami sokkal jobban működik. De mindig ideges vagyok, hogy megírjam a beszédet. Ez a szereplési vágytól való félelem? Én nem vagyok színész elsősorban, hanem én nagyon is a kamera mögött dolgoztam egész életemben, tehát úgy gondolom, ilyen nagy fellépések a lámpaláz az meg. De a színészekben is megvan általában, tehát ők is az első 10 másodpercben izgulnak, hogy ez milyen lesz, aztán megszokják. Arra a fajta népszerűségre egyébként soha nem vágyott, amit egy színész megkap. Akárhogy is van, a Terminátor az öngyermeke, de Arnold Schwarzeneggerrel azonosítják. A sót úgymond ő vitt el világszerte. Egy producernek, ilyenkor nem viszkelt akár csak percekre is a tenyere, hogy minden az ővé olyan értelemben, ami a népszerűség és a csillogás. Nem, szerintem a népszerűség engem egyáltalán nem érdekel, tehát nem az a célja az én szakmámnak, hogy népszerű legyek. Az a célom, hogy egy olyan dolgokat találjak ki, és olyan filmeket gyártsak, ami megérinti a közönséget. És ha ez sikerül, akkor én boldog vagyok. Tehát az, hogy engem felismerjenek az utcán, és mindenféle hülyeségeket írjanak róla, az nem egy olyan dolog, ami szükséges az én életemben. Nem lehetett már gyerekként sem egy olyan izgulós típus. 12 évesen, 1956. december 6-án elhagyta az országot. Én abból indulok ki, természetesen nem vagyunk egyformák, hogy nekem, amikor nagymamámhoz kellett elmenni 12 évesen egy busszal, én akkor sem voltam egy feltétlen magabiztos fiú. Belevágni ismeretlenül egy ekkora kalandba, hát ahhoz azért kellett vagánság. Egyáltalán milyen perspektíva, vagy milyen cél, vagy távolat lebegett akkor egy 12 éves fiú szem előtt? Hát szerintem ez attól függ, a perspektívád attól függ, hogy milyen könyveket olvastál. Nekem nagyon tetszett Tom Sawyer, Huckleberry Finn, aki körülbelül ugyanabban a korban, ugye a saját életüket érték szülőken kívül, vagy ellógtak, vagy meglógtak, és kalandvágyaik voltak. Na most nekem nem pont a kalandvágy volt az, ami motivált, hanem játékokat kaptam a nagynénimtől Amerikából minden évben, akit az egész vidék, az egész környék ugye csodálta, hogy ilyen dolgokat hol lehet kapni. És úgy megtetszett nekem ez a dolog, és a szomszéd barátom elindult Bécsbe, és akkor én előálltam a szüleimhez, és azt mondtam, hát akkor én is akarok menni oda, ahol ilyen játékokat gyártanak. Az izgalmas. És akkor mondtam, hogy akkor a nagynénemhez ki akarok menni. A szüleim pedig, tényleg ez a legnehezebb döntés szerintem egy szülő részéről, hogy elengedi a gyerekét, az a legnagyobb önáldozat. Hogy a gyerekek általában egy ilyen nagyon possesszív dolog a szülőknél, tehát ők azért van gyereked, mert akarod nevelni, vagy tanítani, vagy,
hogy szeretné valami érdekeset a részére, és akkor ezt elengedni 12 éves korába, avval a feltétel, hogy lehet, hogy soha nem látod újra. Ez a veszély is megvolt akkor, hát ugye? Hát persze, az egy nagyon önzetlen és nagyon fantasztikus dolog, hogy megadta nekem azt a lehetőséget a papám és a mamám, hogy én próbáljam a saját szárnyaimat már olyan korán. Miben bízott akkor elsősorban? A tehetségében, az életre valóságában, a szerencsében? Mert mondjuk meg őszintén, 12 évesen ez meglehetősen szokatlan dolog. Hát a kalandba bíztam szerintem az, hogy na, mi történhet velem. Kimegyek Amerikába, kis gyerek, mit fognak csinálni velem? Semmit. Tehát én úgy gondoltam, hogy ezek a dolgok engem nem nagyon zavartak. Barátaimon indultam el, aztán ugye ez átfordult abba, hogy egyedül érkeztem, de engem nem zavart ez egyáltalán. Tehát soha nem féltem, soha nem izgultam az egész úton keresztül. Kanadába jutott el, ugye? És ott ki volt a kapcsolat? A nagynénje, akivel... Vöröskereszt. A Vöröskereszt. Az volt az egyetlen kapcsolatom, akik adtak nekem $5, mikor megérkeztem Kanadába, hogy akkor ez lesz a zseppénzem, meg ruhát, meg ezt, meg azt, és egy magyar család nem örökbefogadott, hanem befogadott addig, amíg kitalálták, hogy tulajdonképpen mi lesz a helyem, és hova megyek. Akkor már a Vöröskereszt tudta, hogy én Amerikába szeretnék menni, de nem lehetett, mert az amerikai kvóta a Kanadából tele volt, és ezért meg kellett várni, még egy új törvényt hoztak létre Amerikába, hogy azokat a családokat, akik elszakadtak egymástól a forradalom alapján, azokat újra összeállítani. A család mennyivel később jött ön után, tehát anyukája és apukája? Nem olyan sokkal, olyan két és az december, karácsony előtt. Tehát nem olyan sokkal később, ők még azt hitték, hogy találkozok velük Bécsbe, de akkor már én régen Kanadában voltam. Szülei mennyire bíztak aztán, miután egymásra találtak Amerikában, mennyire bíztak önben, hiszen ugye elkezdte a főiskolát, de azt két év után abba hagyta. Hát szerintem ez fokozottan változott. Tehát mennyire bízol egy, mit tudom én, 13 éves gyerekbe, semennyire. Tehát próbálod ápolni a lelkét, próbálod irányítani az életét, de mivel hogy ez az egy év, a 8 hónap, amikor én egyedül voltam, az kialakított bennem egy önállóságot. Ott egy családnál lakott, ugye? Családnál laktam, de egyedül voltam, tehát az olyan, mint a barátokkal lettem volna. Miből élt akkor, bocsánat? Hát a család tartott el. A család eltartotta, igen. Ön iskolába járt? Tehát ott ettem, ittam, aludtam, és iskolába jártam napközben, és volt $5 az öt Vöröskeresztől. Tehát én úgy gondolom, hogy bízni nem bíztak bennem egyáltalán az elején, aztán ahogy az évek teltek, és ahogy látták, hogy bizonyos dolgokat elérek az életembe, ez főleg Hongkongba alakult át, akkor egyszer csak a papám úgy megdicsért, hogy lehet, hogy egyetemet nem végeztem el, de mégis ebbe a munkába én valamilyen formában egy művész vagyok. Hogy ezt el tudtam érni ennyi idő alatt, és ilyen szépen kidolgozni a jövőmet, az egy érdekes dolog volt. Én úgy gondoltam, legalábbis akkor, hogy 19 éves fejemmel én sokkal többet tudtam már, és láttam, mint a tanárjaim, akik tanítottak az egyetemen, és nekem sokkal jobb szemem volt, sokkal jobban vettem észre, hogy kell világítani valamit, mint ők. Tehát én vagy gyorsabban fejlődtem, vagy csak egy ilyen makacs 19 éves hülye voltam, aki azt mondta, hogy én mindent jobban tudok, mint akárki, ami általában így van 19 éves korában a gyerekekkel. És akkor elmentem, és próbáltam a saját lábamra állni, és bebizonyítani, hogy nem vagyok teljesen hülye, hanem ezt tényleg meg tudom csinálni, és meg is csináltam. De kinek akart elsősorban bizonyítani? Magamnak. Mindig önnek? Csak magamnak. Igen. Melyik volt az a pillanat, erre emlékszik? Most ugorva egy kicsit az időbe, aztán majd elvarjuk, visszajövünk ebbe az időszakba, amikor úgy egyszer megállt egy pillanatra, és azt mondta, hogy megcsináltam. Soha. Soha? Még soha nem csináltam meg. Még nem úgy érzem, hogy ennek vége van. Ez egy folyamat, amin még mindig dolgozok, és a következő dolog, amit csinálok, az ugyanolyan fontos nekem, mint amit csináltam ezek előtt, és az, hogy talán anyagiban abban a pozícióban vagyok,
hogy tudok választani, hogy mit akarok csinálni, vagy mit nem akarok csinálni, az talán egy olyan érdekes lehetőség arra, hogy tényleg csak olyan dolgokkal foglalkozzak, ami érdekel. De elégedettségérzés? Húzamosabb ideig. No, elégedettség az van. Persze, hogyha egy filmet megcsinálok, és látom, hogy a közönség hogy reagál, és világ szerte mekkora siker, akkor én is büszke vagyok arra, amit csináltam, de nem úgy gondolom, hogy akkor ennek vége. Akkor itt abban kell hagyni, mert ugye itt vagy a csúcson vagy, és akkor innen csak lefelé. Nem, én úgy gondolom, hogy még a jövőben van sok minden, amit meg akarok tanulni, és meg akarok valósítani. Egyébként meg lehet azt fogalmazni Andy Vajna esetében, hogy mi a cél? Vagy egyáltalán van célja az embernek ennyi évtizeden át előre jutni, lépegetni? Mi a hajtóerő? Szerintem a hajtóerő a kíváncsiság. Hogy mi lesz akkor, ha ezt megcsinálom, vagy azt megcsinálom, hogy fognak reagálni rá, hogy tudom eladni az embereknek, hogy tudom megvalósítani. Tehát ez egy ilyen challenge, egy ilyen kihívás saját magamnak általában, mert nem muszáj csinálnom egyiket se. De csinálom, mert érdekel, és csinálom, mert magamat hajtom arra, hogy megvalósítsam ezt a dolgot magamnak, mert senki. Hát nem csak magamnak, mondjuk az élet társamnak, vagy feleségemnek a képen, aki mellettem van, ugye, mert megosztani ezt a sikert, azt az élvezetet, az a legfantasztikusabb dolog a világon. Tulajdonképpen oda akarunk kiugodni, hogy kíváncsi újabb-újabb területek meghódításával Andy Vajna arra, hogy vajon még ezt is meg tudom-e csinálni, sikerre tudom-e vinni? Hát sarkítva valami ilyesmi? Kíváncsiság nem az, hogy meg tudom-e csinálni, mert abban soha nem kételkedek, hanem inkább kíváncsi vagyok arra a területre, amivel dolgozok, vagy amit kéne megvalósítani. Tehát amikor én belevágok valamibe, akkor az a szó, hogy nem, az nem létezik. Nem létezik? Nem létezik soha. Addig dolgozok rajta, amíg meg nem oldom. Egyébként a magabiztossága hozta meg a sikereket, ahogy a sikerek tették magabiztossá. Inkább az előbbi? Szerintem mind a kettő együttműködik, hogyha magabiztos vagy, akkor könnyebb elérni ezt a sikert. Ha pedig sikeres vagy, akkor könnyebb magabiztosnak lenni, de én szerintem a magabiztosság az első. Nem is tud mondani olyan történetet vagy területet az életében, amikor bármit is félbehagyott volna? Félbehagytam volna? Az egyetemet. Az egyetlen. Az egyetlen dolog, amit félbehagytam. És az nem azért, mert az csak úgy éreztem, hogy nincs szükségemre. De a filmkarrierem, a fodrász karrierem alatt, a paróka karrierem alatt, vagy a farmer karrierem alatt soha nem hagytam abba úgy, hogy nem én akartam abba hagyni, és nem úgy váltottam, hogy nem én akartam váltani. Tehát én úgy gondolom, hogy nem. Ez elsősorban kitartás, szívóság, becsvágy, vagy minek nevezni mindezt? Kitartás az egy alap dolog, hogyha valamivel sikeres akarsz lenni, ha nincs kitartásra, akkor ne is kezdj hozzá. Mert az biztos, hogy nem fog rögtön sikerülni, az biztos, hogy fel kell mászni a hegyekre ahhoz, hogy valami sikerüljön. Fantasztikus a munkát kell belefektetni abba, amiben szeretné az sikeres lenni, az nem jön magától. És a szerencsét, azt meg tudja mondani, akkor mások kérdezem, tud mondani olyan fordulópontokat, vagy momentumokat az életében, amikor egyértelműen úgy gondolja, hogy tetten érhető, hogy szerencséje volt? Vagy olyan, mint szerencse nincs is. Ez is egy megoldó képlet, hanem tenni kell. Hát nem, szerintem szerencse van, csak a szerencsének vannak okai. Tehát például fel kéne készülni abba, amiben szerencsés akarsz lenni. Az egy elég fontos dolog. Meg kell venni a lottójegyet ahhoz, hogy lottó nyerjél. A másik része a szerencsének az, hogy fel kell ismerni a lehetőségeket. Hogyha ez a kettő együtt van, létrejön, akkor szerencsés tudsz lenni. Tehát az nagyon fontos, hogy felkészüljél rá, és az fontos, hogy a lehetőségeket felismerd. Akkor szerencsés vagy. Ön akár a fotószalon esetén, akár a paróka iparág esetén, akár amikor farmerokat készített, valamennyiszer kiképezte magát olyan szakemberré, és olyan rálátása volt arra a területre, hogy tulajdonképpen nem tudták meglepni, és uralta az egész
biznisz, csúnya szóval értem. Hát mindent megtanultam erősen az élettapasztalatai alapján, amiket kellett ez a szakmához. Tehát elmentem és megtanultam, hogy hogy gyártják a parokákat. Mivel hogy fodrász voltam, tehát ez nem volt olyan messze az én, amit én tanultam. És mivel hogy elég kreatív voltam, tehát meg tudtam oldani az, hogy olyan dolgokat gyártsunk a parokából, ami az embereknek szüksége volt rá, vagy tetszett nekik. Az ilyesfajta lépésekkor elsősorban mi motiválta? Tehát az, hogy parókákat készítsek, ez egy piaci rés volt akkor? Hát egy piaci rés volt, szerintem egy nagy kihívás volt, hogy mit tudom én, 19 vagy 20 éves koromban felkaptam megint a sátorfámat, és elmentem Hongkongba, ahol nem ismertem senkit, nyelvet nem beszéltem, a parokákhoz, vagyis ahhoz a hajhoz, ahhoz értettem, de ez egy más világ volt. És ott megint újra kezdeni a nullából, az egy érdekes dolog volt. Ez is a kíváncsiság. Nulláról megint valamit. Ez és a kihívás, tehát saját magamnak feltenni a lécet. Olyan magasra, hogy meg kell küzdeni érte. Ugye jól sejtem, hogy akár a paróka, akár a fotós, akár a farmer területen már azért meglehetősen nagy sikerei voltak. Mi vonzotta mégis a filmhez? Hát a filmszakma volt az eredeti szerelmem. Az addigiak csak lépések voltak a filmig? Jószerivel? Tehát a távlati cél az mindig a film volt. Nem volt cél, de a szerelem az volt a film iránt. Tehát én amikor high schoolba jártam Amerikába, akkor az ott volt pontosan a 20th Century Fox mellett. És minden ebédidőben a barátaimmal átlogtunk, és néztük, hogy gyártják a filmeket, amíg el nem zavartak minket, mindig visszamentünk, néztük. Az összes barátaim az iskolába, tulajdonképpen Beverly Hillsben laktunk, ugye ebbe a szakmába voltak, tehát a szüleik vagy színészek, vagy rendezők, vagy producerek voltak. Szóval én ebbe az atmoszférában nőttem fel, és ez volt a bőröm alatt mindig. És ez engem nagyon, nagyon is érdekelt. Tehát azok ilyen félreutak voltak, vagyis nem félreút, mert mindegyik közelebb hozott valamilyen formába ahhoz a szakmához, amit szerettem volna csinálni. És mint producer, olyan szakma nincs a világon, amin segítene abba, hogy te producer legyél. Tehát, mert a producer alapjában minden beletartozik. Építészet, robbanás, special effect, a fotografi, öltözék, ruha, make-up, tehát amit el tudsz képzelni a világon, mint szakma, annak az egy producernek mindig segít. Majdnem, hogy azt akarja mondani, hogy mindezeket a lépcsőfokokat nem járta volna végig, az bizony tetten érhető lett volna a filmproduceri tevékenységén negatív irányba. Hát szerintem nem lettem volna annyira készen rá, mint ahogy most már, mivel ugye a harmadik kezdet, ugye az első kezdet a fodrászat, a másik a paroka, a harmadik a farmerek, a negyedik kezdet a film, az már könnyebb volt elindulni, mert mindig könnyebb lesz, mert már annyi tapasztalatod van más irányokba, hogy tudod, hogy kell hozzányúlni valamihez. Tehát az már könnyít. De úgy gondolom, hogy ezek ilyen sidebarok voltak, de mind érdekes volt, és mindenik meg volt a saját kihívása. Eladdig a filmig nagy kudarca volt-e? Tehát persze. Olyan, ami egy nagy pofon, ami kihúzanítja akár az embert. Hát a fodrász dologban volt egy nagy anyagi pofonom, ugye, amikor befektettem a tőzsdére egy vagyont, és persze, hogy felborult az egész, elvesztettem mindent, de az egy pofon volt. Az egy tekintélyes vagyon volt akkor? Hát akkor nekem pénz? Igen, az egész vagyonom volt, tehát az tekintélyes volt. De úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes lecke volt, hogy az ember megtanulja, hogy egy kosárba nem tesz mindent, hanem szépen elosztja, és akkor nem lett volna ez a probléma. Ez se lett volna, hogyha nem hallgatok egy bankárbarátomra, aki mindig biztatott, hogy most milyen jó lesz ez, meg az, meg amaz. Azóta nem hiszek ezeknek a baráti tanácsoknak. Inkább magam ítélem meg, hogy milyen irányba szeretnék menni. Ön egy ilyen esetben hány napig nyalogatja a sebeit? Vagy gyakorlatilag abban a pillanatban megrázza magát és megy tovább? Hát a sebeimet nem annyira nyalogatom. Lehet, hogy egy kicsit bánom, vagy megbánom, vagy
vagy magam lehülyézem egy ideig, hogy lettem ilyen barom, de szerintem rögtön azon gondolkozok, hogy mi a következő lépés. És valószínű, hogy ez a megoldás. Tehát az embernek, egyébként ez hol dől el, hogy az ember bedarálja a kudarcot sem, ön szerint? Ez alkati kérdés, avagy ez tanulható? Nem tudom, erre nem tudok válaszolni. Én szerintem lehet, hogy alkati. Lehet, hogy ez egy olyan dolog, hogy annyira pozitív a hozzáállásod a dolgokhoz, nekem, hogy nem hagyom, hogy akármilyen kudarc legyőzön. Nagyon sokan, gondolom én, próbálnak szerencsét Hollywoodba. Valószínűleg még nincsenek is tehetséghián. Hol dől az el, hogy két fiatalember eljut mondjuk Stallone-ig, eljut Kirk Douglas-ig? Ez mi múlik? Kitartás. Csak a kitartás. Sok ajtón kopogtatni, nagyon hinni abba, amit próbálsz eladni, saját magad, hogy meg tud győzni a többieket. Önnek ez hány évébe került? Az első film, az két év alatt összeállt, az a First Blood. Tehát az a forgatókönyvtől két év. De eddig 10 évig más minden dolgokkal foglalkoztunk, ami felkészítettet arra, hogy tudtuk, hogy akarjuk ezt a dolgot megfogni. Tehát 10 évig külföldön árultunk filmeket, amerikai producereknek, vagy külföldi producereknek a filmjeit árultuk az independent piacon. Tehát azt tudtuk, hogy egy filmnek mi az értéke, mennyiért tudjuk eladni, mennyit kereshet, milyen fajta filmeket szeretnének venni. Tehát ez a 10 év, amit legűriztünk, amiről mindenki elfelejt, az nagyon sok tanulság volt benne ebből a szakmával kapcsolatban. Tehát megtudtuk, mi nem a kreatív vagy művészi oldalról közelítettük meg a szakmát, hanem az üzleti oldalról, hogy mi az, amire a közönség vágy, és azt hogy tudjuk előállítani. Erre és hogy tudjuk rá eladni. Úgyhogy nagyon sokat jártunk moziba. Ez nem vicc, hanem ott ültünk, például amikor importáltuk a filmeket, megvettünk egy filmet egy bizonyos akármilyen összegért, levetítettünk, beültünk a közönségbe, és megnéztük, hogy mi a közönség reakciója. És ha láttad, hogy reagálnak a filmre, akkor ez jó döntés volt, ha nem reagáltak, akkor rossz döntés volt. És ezeket próbálja az ember analizálni, amikor egy új döntést hoz egy filmről, hogy az miért sikerült, vagy miért nem. Minden helyzetben ilyen tudatos? Tehát valószínű, hogy az ember, amikor sikert akar elérni, a tanulságok levonásának a művészetét kell alkalmazni. Remélem, hogy igen. De nem vagyok benne biztos, hogy igen, de én úgy gondolom, hogy már annyi mindenem mentem át a világon, hogy ha most hozzányúlok valamihez, akkor igenis az általában végre tudom vinni. Ön egyébként kitalálónak jó, vagy végrehajtónak inkább? Én? Igen. Mind a kettőnek, tehát én ugyanúgy kitalálok dolgokat, mint végrehajtom. De talán a végrehajtóban, talán ez az organizált hozzáállás, ez talán könnyebb, mint kitalálni valamit. Amikor végrehajt valamit, ön az a típusú főnök, aki mindenen rajta tartja a kezét, vagy megfelelő emberekkel veszi körbe magát, és ön tulajdonképpen csak irányítja az egész apparátust? Hát az a legfontosabb dolog szerintem az ember életében, az enyémben, hogy én mindig megtaláltam azokat az embereket, akik sokkal jobbak nálam. És azoknak a tudását én fel tudtam használni. És az a döntés, az mindig jól sikerült. Tehát egy filmet gyárt az ember általában, hogyha nem sikerül, az a producer hibája. Ha sikerül, akkor mindenkinek az együtt munkája. Tehát a producernek az első és a legfontosabb a feladata az, hogy egy olyan csapatot válasszon maga köré, akiben megbízik, ki tudja, hogy ugyanabba az irányba húzzák a szekeret, ellenőrizni tudja őket, és megy az egész előre magától akkor. Mert hogyha különben nagyon nehéz. Milyen fajta főnök? Az ütős vagy a simogatós? Mind a kettő. Néha ütni kell, néha simogatni kell. Tehát az a fő dolog, hogy azok, akik dolgoznak veled, azok érezzék azt, hogy van valami tisztelet irántuk is, de azt is tudják, hogy követelés is van tőlük. És ha az nem működik, akkor igenis számon kéred,
és amikor jól megy, akkor igenis simogatsz. Adott esetben fel is emeli a hangját, tehát az a típusú. Előfordul.